Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, legyen az Mázsaház csoport és Zentábor, rezieink is természetesen. Külön köszönöm Vilcsek Péternek, hogy ellátogatott hozzánk, és ezzel így egy nagyon komoly szellemi szinergia folytatódik. Én azon töprengtem, hogy miért van az, hogy pontosan azt csinálja, amit gondolok. Tehát ez valami elképesztő, hogy pontosan azt és úgy, hogy a formája más, de a lényege az ugyanaz. És ez valami elképesztő, ez egyívásúaknak a találkozása, úgyhogy a formáink tényleg különböznek. És én azt szeretem, hogyha ezek a formák különböznek is, és autonómak, és a jelenségek szintjén nagyon jól látható, hogy az egyik, a másik a másik. Viszont valahol ezek találkoznak, és különben nem ülnénk egy teremben. Ez nem jött volna létre. Úgyhogy amikor a korábbi beszélgetéseinken elhangzottak fogalmak, látszik, hogy az értelmezés egy kicsit más, de a használat az nagyon hasonló. A kognitív háttér más, de az irány az nagyon hasonló. Amikor a jelenlétről, a figyelemről és az áthatásról vagy kölcsönhatásról beszélünk, az eredmény nagyon hasonló. Tehát nem tudnánk jelen lenni, nem tudnánk együttműködni, hogyha ennek a minősége ne lenne ugyanabban a sávban. A kérdések és a válaszok kirajzolják az egésznek a kontúrjait. Tehát pontosan azt csinálja, amit egyébként egy dharmabeszédet nagyon sokat tartó mester csinál, a kérdésekre válaszol. Tehát ugye önálló mondani valója nincs. De ha megkérsz, akkor én válaszolok a kérdéseidre. Most is ez következik. Kinek van kérdése? Szerintem volt régebben egy olyan, egy hasonlatod egy dharmabeszédben, amikor azt mondtad, hogy ez a hely olyan, mint egy műhely, és ide jönnek az emberek helyre tenni magukat. Vagy valami. Sőt, szervízállomás, röntgengéppel összekötve. Igen, tehát először az autót kap egy MR vizsgálatot, utána pedig különböző alkatrészcserék, folyadékszintek, beállítások, futómű, olajnyomás, minden. Így van. Szóval pont ez volt a furcsa, hogy teljesen úgy éreztem magam, mintha minden oké lenne, de amikor elkezdtem meditálni, akkor valahogy az első pillanatban azt éreztem, mintha így egy ilyen nagyon ilyen kemény burok itt szétrepett volna rajtam, de ami... Nagyon jó. Tudod, miből volt az a burok összerakva? Belőled. A fixa ideáidból, az abszolútnak gondolt nézeteidből, az én, engem, enyém, rólam, nekemből, és az a burok itt megrepet, kevesen is bírják. Tehát amikor az én burka megreped, és végre közvetlenül rálátsz a valóságra belül és kívül, az nem egy kellemes tapasztalat először. Tehát az egyéválást, amikor a külső és a belső egyéválik, ezt nagyon nehezen bírják ki. Komoly tan kell hozzá, hogy ezt megalapozzuk, és egyáltalán így az emberek megértsék, hogy itt miről van szó. Az az energia, amit lehoz az ember, amikor leszületik, az a Wongi koreaiul, az eredeti energia. Ez nem csak energia, tehát kilovatt, hanem információ is. Tehát az energia és az információ együtt az a lélektartalom, a karmád. Ez megfelelő módon kapcsolódhatna a külsőhöz, a Deigihez, a nagy energiához. Itt nem nagyon aprózták el az ázsiaiak, hogy most az milyen kölcsönhatás, csak nagyobb, mint te. Mert a világ az mindig nagyobb lesz, mint te. Ezért azt nagy energiának mondták, tehát az összes, ami egészen mostanáig négyféle kölcsönhatás volt a nyugati tudomány szerint, aztán lett három. A kettő közt van a kongi, az üres energia, ami a lélegzeted. Tehát a meditációban azért tanítjuk a lélegzet figyelését, hogyha te abban fel tudsz oldódni, akkor a wongi és a dégi egyé válik a lélegzet tudatossága által. Nem csak a tested lélegzik, a lelked is lélegzik. És amikor ez a lélegzet folyamatos, akkor ez a fal elkezd leomlani, ami a te énképzeted, vagy ego kérged. Ez az egyéválás eleinte szokatlan. Ez a letisztulás néha nem kellemes. De börtönben ülni a saját kényelmi zónádban sokkal kellemetlenebb, mint megjárni azt az utat, amivel eljutsz egy másik emberig, eljutsz a világ helyes tapasztalatáig, eljutsz a téves nézeteid feloldódásáig, eljutsz a kényszerű reakcióktól való megszabadulásig, eljutsz addig, hogy nem válsz olyan emberi, akivé nem akarsz válni.
eljutsz odáig, hogy már akárhova ülhet, jó helyre ül. Mert mindig megtalálja az otthonát. Úgyhogy ez a tudatra is igaz. Hogy lehetsz akárhol, akkor is te magad vagy, az az épített, teremtett személyiség, akivé te tudatosan tetted magad. Na, ehhez nem árt elérni az ürességet. Ehhez nem árt elérni ezt az egyéválást, amikor az énség az nincs. És akkor ebből teremtesz egy olyan személyiséget, aki számodra is elfogadható. Honnan tudod, hogy ebben az ügyben neked munkád van? Most játszunk egy játékot. Képzeld el, hogy 5 perc múlva meghalsz. Fájdalommentesen, szenvedésmentesen, csak tudod, hogy ezt a testet, ezt itt kell hagyni. Viszlát. Ugye? Elindult a sóhaj. Hogy mi lesz itt? Hát nem tudod, mi lesz itt, de ez alatt az 5 perc alatt bármit kirakhatsz magadból, mint karma, és bármit behozhatsz magadba, mint karma. Tehát a karakteredből 5 perc alatt azt csinálsz, amit akarsz. Egyetlen egy tudnivaló van, hogy az eredmény az a következő életednek az induló készlete. Az a lélek, aki egy következő testbe le fog születni. Mit tennél? Sokat raknál ki magadból? Sokat emelnél be magadba? Mi lenne az, amit magadon változtatnál? És hogyha most az elméd elindult, és pörgött, és listázott, és táblázatot írt, és szöveget szerkesztett, akkor sok a munka. Ha elfojtotta mindezt, és azt mondta, hogy én tökéletes vagyok, akkor még nagyobb a munka. Akkor nagyon nagy gáz van. Hogyha ott a listád, de az mondjuk már olyan, hogy pipa-pipa, és még egy csomó tennivaló, akkor sokkal reálisabb vagy. A rossz hír az, hogy nem tudod, hogy ez az 5 perc mikor kezdődik. Nem tudod. És mire belátható, hogy te elhagyod ezt a testet, addigra a psziché és a test nem elég erős. Kyonko Sunim, ott a legszakállasabb rendezői balon, ő mondta, egy törött szekér már nem tud gyorsan menni. Egy előregedett testtel nem tudsz gyakorolni. És ezért Koreában nagyon-nagyon sokféle disziplina létezett, de a zen szerzetesek úgy külön testedzést nem folytattak. Az mostani divat, hogy jogáznak. Ott séta volt, munka volt, eleinte leborulás volt, és semmi más. A test az egy eszköz volt, és nem volt cél. És éppen ezért nagyon gyakran 60-65 évesen meghaltak. Elhasználták. Úgyhogy az aszketizmus egyik formája az volt, hogy a testre nem nagyon fordítottak figyelmet. Ez nyugaton nemhogy nem divat, hanem hiteltelennek is tűnik. Tehát van ez a görög, ugye, épp testben, épp lélek, és ez úgy végig söpör az európai kultúrán, és ez egy bizonyos határig igaz. Azért csak egy bizonyos határig, mert akármilyen egészséges, hogy ez a test megy a kukába. De egészséges test nélkül nagyon nehéz gyakorolni, és iszonyatosan kínos. De ha te azért vagy egészséges, hogy te csak jól érezd magad, hogy te csak hosszú életet élj, hogy te csak magas rendű érzékelést adj és kapj, akkor előbb-utóbb ennek csalódása vége. Tehát, hogy hallottad, mi az, ami a testedzést meghaladja? Mi az, ami a testen túl van? Mi az, ami a lelken túl van? Ez egy másik kérdés. Tehát az a fajta tudatosság, ami egyként látja a lelket, és ugyanabban a mezőben a lelket és a testet. Ez nagyon fontos. Ez az a tudatosság, amire gyúrunk. Csak ez a nem cselekvés, ez a nem mozdulás, ez a tükörszerű jelenlétnek a kibírása, amellett, hogy a mozgást is művelni kell, hogy a lélek tudatosságban a lélek mozgást is művelni kell, nem csak a testmozgást. És hogy hallhattad, a lélekmozgás és a testmozgás mélységesen összefügg. Függ a hirtelen reakcióitól, és függ attól is, hogy milyen karmát szomatizálsz, azaz viszel le testre. És hogyha a lélek nem tiszta, állandóan szétveri a testet. Állandóan balesetek, sérülések, krónikus betegségek és egyebek, mert a karmádat testre viszed rá. Nem voltál hajlandó tanulni a lélektudatosság szintjén, akkor majd tanulsz a testtudatosság szintjén, amikor beteg leszel. Tehát azért mondtam a mai nap, és korábban ugye a táborozók is hallhatták, hogy a meditációs instrukciók nulladik pontja az, hogy mersz őszinte lenni önmagadhoz, és akarsz látni. Hogyha te nem akarsz látni a saját tükrödben, én taníthatok neked bármit. Mozgathatod a testedet, mozgathatod a lelkedet, lehetsz okos, érzelmi intelligens, szép, erős,
és egyebek. De ha nem vagy hajlandó látni belül, akkor lelkileg vak vagy. A tudatosságod nem működik, vagy csak a létfenntartás bizonyos szintjéig működik, a vágyak tetejéig működik, de ott már nem működik, hogy a komfortzónádból ki kell zuhannod, ott már nem működik, hogy az élet és halál meghaladásával is kéne foglalkozni, az már idegen terület. Tehát ez a fajta tudatosság, amiről beszélünk, ez meghaladja a jelenségeket, de a testre és a lélekre nagyon nagy szükség van közben. Szangatársamhoz hasonlóan szeretnék én is egy tapasztalatról beszámolni, amit itt szereztem. Amióta megérkeztem, és ez már lassan 3 napja, éjjel-nappal folyamatosan fáj a fejem. Ilyen még nem történt velem. Tudnál légy esetleg... üdvözölve a fejfájós zengyakorló klubjában. Ez azért van, mert valamit túl gondoltál, és a homlokcsakrát feszíti a tartalom. Ugye? Tehát senki nem vágott fejbe fejszefokával, ugye? Meg bunkósbottal, és a vetőgépnek a sarkába se vertett bele a homlokodat. Ez azt jelenti, hogy itt egy erőteljes tudati tisztulás indul el, már csak attól, hogy jelen vagy és csinálod a gyakorlatot, és mivel ezt csoportban csináljuk, ez hatványozottan erősebb. És mindig a gyenge pont jelenik meg először. Tehát ezért nem lehet wellnessként eladni a zent, mert mindig valamilyen karmikus problémádat elkezd mocorogni jobbra-balra. És ez eleinte nem jó érzés. Tehát az előző válasznak a vége az, hogy az egyévválás, vagy a letisztulás, vagy a tudatosság, az eleinte szokatlan. És itt a homlokcsakra tisztulás, hogy van, akinek a lapockája között állandóan fáj, holott tényleg nem verte hátba senki se húsklopfolóval. Ez az, hogy a szívcsakrád üríti ki a tudatalatti cuccot. Van, aki idejön, és egyszer nem tud aludni. Pedig jó alvókája van odakint, és senki se traktálta 2 liter fekete teával, már csak azért semmit nem nagyon iszunk fekete teát, iszunk mi sokkal jobbat, ugye? Nagyon köszönjük a mai traktátust puer teából, az fantasztikus. Lényeg az, hogy nem tud aludni, mert az ébersége olyan fordulatszámot ért el, hogy beindul a léleknek egy tudatosodása, a karmának egy tisztulása, és ezt nem akarja abba hagyni. Nem hagyja aludni a testet. Semmi más nem történik, mint amiért ide jöttél. Szeretném visszaigazolni azt, amit mondtál, hogy nem csak nappal, hanem éjjel is egy magasabb pulzusszámot tapasztaltam, miközben próbáltam elaludni. Tudod, hogy enyhe tűztípus vagy, úgy enyhén. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyenkor az éberség felcsavarja a lélek tüzét, hogy fény legyen belőle. Szóval tudjuk, hogy a tűz és a fény az ugyanaz a fotonja a láb, csak eltérő a hőmérséklet. Köszönöm szépen. Szívesen. Olyan kérdésem van, mai nap számomra extrán sokan voltunk itt a templomba. Még mindig, hát nézd körülött. Ez van. A koreai népsűrűség. És én azt tapasztaltam, hogy nekem ez sok, de már tegnap. De mosolyogsz, nézd meg, és jól érzed magad. Igen? És nem az ember létszám miatt, hanem ami bennem van. Hogy és én 2 napja kimenekülök a konyhába konkrétan, igen? Mert azt érzem, hogy nem nagyon bírom jó, magamat. Jó, jól csinálod. És a konyhában azt beszélgettük, hogy mennyire nehéz ennyi embernek együttműködni. Uh-huh. És itt még viszonylag könnyű, mert tudjuk, hogy ezért jöttünk. Uh-huh. Na de odakint. Hát ez egy poros legtöbb... hordó lenne. Hát pontos. Képzeld el, az emberek többsége nem tudja, hogy miért van itt a Földön. Azt hiszi, hogy csak a vágyait akarja kielégíteni. Azt az meg nem megy. Tehát az, hogy mi hogyan tudunk együttműködni, mint humanoidok, ez egy több ezer éves kérdés. Vannak megoldó képletek rá, modellek, vallások, tudomány. Nagyon rosszak az eredmények. Tehát az eddigi megoldó képletekben több százmillióan meghaltak. Tehát nem hatékony az együttműködés, ha úgy gondolom, hogy az én jólétem az mások kiirtása árán fog megvalósulni. Hát ez a karma nagyon hamar visszanyal. Tehát ez a fagyi, ez így ehetetlen. A megoldó képlet az bennünk van, ezért meg kell küzdeni, és általában, ahogy ezt már úgy egyszer-kétszer elhintettem, itt a kevesebb az több. Pucolt ki magadból az eddigi nézeteidet, ideáidat, elvárásaidat, önképedet, másról alkotott képedet, világképedet. Légy szíves, ezt mind tedd bele a komposztba. Nagyon jó zöldség lesz belőle. Tehát komposztáld a karmádat egy kicsikét. Eredmény az égkék és a fűzöld. Valaki éhes, enni adsz neki, szomjas, inni adsz neki. De mi meg vagyunk győződve arról, hogy az énegem az kékebb, mint a tied.
És hogyha te éhes vagy, én akkor is inni adok neked, mert szerintem neked az kell. Érted? Tehát annyira nem ismerjük fel a helyzetet, hogy egy másik emberben mi van, hogy valójában ez a földi lét mit jelent. Értelmet se tudunk normálisan adni annak, hogy miért vagyunk itt, csak egymást vegzáljuk állandóan. Most amikor ezt, úgyhogy köszönöm szépen, én ezt így nem szeretném, az a megfordulás. Görög metanoia, tehát amikor visszafordulsz, tehát erről a külsődleges, externalizált, szamszárikus körforgásból te visszafordulsz, és keresed ennek az eredetét és a végét. Keresed a középpontját, ami nem mozdul, nem jön, nem megy, de lát az egész. Az egészet látja úgy, ahogy van. És ezt akármilyen köntösbe csinálod, mozgással vagy mozdulatlanul, vallásosan vagy anélkül, transzcendens úton vagy egy materialista úton, előbb-utóbb eljutsz valamihez, ami nem te vagy, de mégis benned van. És ez a mostani népsűrűség, ez azért örömteli, mert a két csoport olyan természetszerűen találkozott, és annyira jól működik együtt, hogy ez mutatja, hogy most nem akarom a konyhafőnököt teljesen kétségbe ejteni, de még férnénk. Még van hely. Miattatok? De nem volt gond, mert amit az egyikünk kitalált, hogy le kéne venni a polcról, azt a másik már le is vette. Van egy olyan szintű együttműködés, amikor már meg se kell szólalni, és egymás gondolatát szinkronban kitaláljuk, mert a helyzetet nagyon jól látjuk. És ez elérhető. Tehát beszéltek nekem sokszor arról, hogy jaj, hát neked nincs vérszerinti testvéred, a közösségi életed, a családi karmában így tot-torot-torot-torot, mondom, igen, jó. Én is ilyen 24-28 éves korom között jöttem rá, hogy na, ez így nem jó. A dharma az olyan 24 évesen érintett meg úgy mélyen először. 25 évesen találkoztam a mesterrel, itt Magyarországon. Ő jött, többekkel együtt, és akkor elindult az, hogy na, elvonulás. És az első magyar, aki a 90 napos elvonulást végigcsinálta, az visszajött, és úgy fény lett, mint a szupernova. Tehát én addig ilyen 3 napokat ültem, és szét akartam szakadni. Meg volt egy egyhetes ilyen részelvonulás egy téliből, és azt mondtam, na, köszönjük szépen. De a lehetetlent kerestem mindig, hát nézz körül, tehát ez a lehetetlen, amikor megvalósul. És azt kezdtem, hogy Szunyi, ő is szerzőtes, mai napi, hogy van az, hogy te 90 napot végültél, és mosolyogsz, és tudsz járni, én majd szét szakadtam 3 nap után. Azt mondja, 2 hét, és nem fáj semmid. Mondom, ne. 2 hét, és nem fáj semmid. És igaza volt, 2-3 hét. És 3 hét után, hogyha te eleget mozogsz, eleget hidratálsz, iszol, és eleget ülsz, akkor az összes karma, ami az izületeidben, inszalagokban le van szépen rakódva, az kimegy. Ki tud menni. Ki tudsz tisztulni. És hogy a lélek tisztul, úgy tisztul a test is, és ez fordítva is igaz, egy darabig, ahogy a test tisztul, úgy tisztul a lélek is meddig, az azonosulásodig. Tehát amikor a hited eléri a határt, hogy ez még mindig te vagy, ott a blokk. Onnan tovább nem tudsz menni, mint az önképed. Oldod az önképedet, akkor tovább tudsz menni. Itt ez a közös cselekvés, ez a legmagasabb rendű tanítás, és ezt nem csak úgy fényezve a zen járművet mondom, ezt a nagymester mondta, megkérdezték, hogy Zenmester, mi a nehéz gyakorlat? 100 napos egyéni elvonulás? Kőkemény aszketizmus? No, nem, az olyan, mint egy vakáció. Fölmész a hegyre, végigcsinálod, azt lejössz. 90 napos? Na, hát az olyan, mint egy hajóút. Ott a kapitány, ott a fedélzetmester, matrózok teszik a dolgukat, 3 hónapos kör a bölcsesség óceánján, a Prajna óceánon, visszajössz. Akkor zenközponti élet a városban, templom élet a hegyen? Mi a nehéz? Mondja már meg. Azt mondja. Ez nagyon ritmus és nagyon kiegyensúlyozott, ebben ne keressél nehézséget. Mester, mondja már meg. Ja, tényleg a nehéz gyakorlat érdekel? Az az emberi együttműködés. Az a nehéz. És az első 90 naposomat 3 évre ráültem, és azt mondtam, hogy megtaláltam a testvéreimet. Nekem azok a testvéreim, akik huzamosabb ideig zent gyakorolnak, és olyan mértékben kapcsolódunk tudatilag, lelkileg, hogy akármilyen családot láttam addig, azt a mértéket a nem gyakorlók nem tudják elérni, hiszen hiába születsz vér szerint egymáshoz,
hogyha elképesztő egófalak választanak el úgy, hogy közben az intimitás fokát értsd jól, családi kapcsolatban vagyunk. De mégis ott a fal. És amikor nem vagy vérszenti kapcsolatban, de gyakorolsz, ez a fal elmegy, gyakorlatilag jobban ismered a másikat, mint a saját családtagjaidat. És a kérdés az, hogyha tényleg egy nagyon bátor lépéssel a kettőt egyszerre csinálod, akkor a családi kapcsolataid olyan minőségiek lesznek, hogy ez leírhatatlan, és a szangha pedig egy nagy család lesz. Na, mi erre gyúrunk? Úgy tűnik, hogy már részeredmények vannak. Jó? Ott volt a következő. Ki volt az? Tessék. Igen, én voltam, és nagyjából már az elejéről válaszolsz nekem folyamatosan úgy, hogy fel sem tettem a kérdéseket. Próbáltam megfogalmazni kubikolás közben, hogy mit is akarok kérdezni tőled. Az nehéz. Tehát ott a talicska is, meg a kérdés, és a kettő együtt az sok. Nehéz. Valahogy egy motivációt keresek, megpróbálni megtalálni azt a fajta részét az életemnek, amit most egyelőre nagyon-nagyon-nagyon nehéznek érzek, és azt érzem, hogy ebben a ciklusban nem fogok tudni kijönni. Hány kilós az a nehézség? Tedd ide a tenyerembe. A döntések nehezek, amik mögötte vannak, illetve amiket meg kellene hoznom, illetve meg kell hoznom ezeket a döntéseket, vagy azt kell mondanom, hogy most beáldozom, és végigcsinálom így. Az abstrakció poklában vagy. Tessék szíves kijönni onnan. Igen. Tehát ne akard modellálni, ne akard előre tudni. Ebben a pillanatban csak az ok és okozat lecsupaszított összefüggését lásd. Semmi többet. Többet akarsz látni, mint amit teszel. Abstrakció felhőben vagy a konkrét jelenlét, figyelem és együttműködés helyett. Ezzel nem vagy egyedül, ezt hívom logosz betegségnek, amikor annyira tudni akarjuk, hogy a gondolatainkat behelyettesítjük a valóság nem ismert részének a helyére. Nagyon humán, nagyon európai és nagyon-nagyon-nagyon korlátolt dolog, nem te vagy az, ez a nézet. Abstrakcióból még univerzalitás nem lett. Az okozatiság látása sem lett. De tessék innen a homloklebbenyből visszahozni az energiát szívcsakrán keresztül, ide szépen lett antiembe, és a meditáció mozdulatlanságában enged, hogy az összes döntéshelyzet magát megoldja. Nem te oldod meg, téged old meg a helyzet. Innen szemléld. Aggyal ezt nem fogod tudni kielégítően megoldani, körülbelül olyan, mint amikor a halászhálóval a tengert ki akarod fogni. Csak halat fogsz vele, már alig van, tehát elég kevés halat fogsz majd a hálóddal, de hogyha a tenger kell, ha a teljesség kell, ha a helyes döntés kell, akkor bele kell ugrani a tengerbe, és a halászhálót azt felejtsd el. Tehát az abstrakció az, amikor magadra tekered a hálót, és jó szorosan megkötöd. Ez a rendszerkényszer, a modellkényszer, a tudás kényszere. Ehelyett szépen engedd a hálót lepördülni magadról, és a meditációban fölteszed a kérdést, hogy mi a dolgom, és abban a környezetben, ahol a döntést kell hozni, felteszed belül, hogy mi a dolgom, és utána nem mozdul az elme. És úgy, ahogy a puzzle darabok elkezdenek a helyükre hullani, sokkal tisztábban látsz. Miért? Mert az elméd gondolkodása, a dualisztikus, ugye a gépe nem fog beleszólni, és nem veri szét a tükröd darabokra. Ebben tudsz igazán bízni. És én ezt javaslom. Különben tényleg nehéz. Gondolatot gondolatra dobsz, halmozol, rétegek, dimenziók, elképesztő képzetvilág, és olyan, mint hogy egy cementes zsákot vinnél állandóan a hátadon. Tedd félre az egészet. Haszontalan. És amikor ezt meg tudod valósítani, nem mozduló, magától tisztuló, önműködő, akkor pont annyi gondolat lesz, amennyi kell, semmivel se több, és így nem lesz nehéz. Azt szeretném kérdezni, hogy a helyes célkitűzésről, illetve hogyha az ember nem tudja, hogy mit akar pontosan, vagy mit szeretne, akkor ugye célokat se tud kitűzni magának, amit elérhet. Ezzel kapcsolatban segíthet-e a meditáció, és ha igen, akkor hogyan? Neked még nem. Apáddal milyen a viszonyod? Hát sose volt túl szoros.
Célkitűzés, életút, a siker léte vagy nem léte, ez mind a yang elv, az apát megtestesítő elv. És a gyereknek az apa testesíti meg ezeket az elveket. Tehát, hogyha kívül vele nem tudod rendezni a viszonyt, akkor belül a saját teremtő képességeddel, vagy apa elveddel, a yanggal rendezni kell az egészet, különben torzóban marad a léted. Tehát vele személyesen kéne leülnöm beszélni? Ha még lehet, akkor igen. Vagy ezt így magamban is el lehet nem, rendezni? Nem, hogyha apád testben van, akkor tessék leülni vele. És miről? Tehát miről azt kéne? Én nem fogom megmondani, az a te karmád. Azt neked kell látni, hogy milyen elintézetlenségek vannak, és felkészülni belőle. Nem mint egy bevásárló lista, csak legyen a lélek felszínen. Legyen tudatos. És hidd el, hogy az öreg vevő lesz rá, mert előbb-utóbb, ott már vastagabbak kérek, mert idősebb. De ami benned elintézetlen vele kapcsolatban, az benne elintézetlen veled kapcsolatban. Biztos lehetsz benne. Köszönöm szépen. Szívesen. Az előbb volt szó arról, hogyha túlagyalunk dolgokat. Ez rám is jellemző volt, de most, meg még mindig időnként, de most honnan tudom azt, hogy áramlásban vagyok, vagy sodródok? Ha látod az áramlás irányát, akkor nem sodródsz. Ha nem látod, akkor sodródsz. Hasonló a kérdés, hogy utunk van, vagy sorsunk van. Ha tudatosan döntesz, utad van. Ha a karmád dönt helyetted, akkor sorsod van. Köszönöm szépen. Szívesen. Három országban él a családom, napi 4 nyelven beszélünk, és már alapjáraton mozaik családba születtem én is bele. Rengeteg sok szerepet kell betöltenem az életemben, mint mindannyiunknak. A sor végén ott van, hogy ki vagyok én. A tükörben nagyon sokszor apámat látom. Ő már nem él. Sok elrendezetlen dolgunk van. Ez hogyan megvalósítható? Tudod, hogy ki vagy? Ezért vagyok itt. Megkerüld a választ. Tudod, vagy sem? Ahogy a találkozó előző részében mondtam, a menü készen van, az alapanyagok megvannak, már csak el kell kezdenem főzni. Hasonlatban menekülsz. Tudod, vagy sem? Nem. Akkor nagyon jó, hogy itt vagy, mert ez az a hely, ahol az önkép utolsó maradéka is el tud tűnni. Tehát a nem tudom, az nem információ hiány. A nem tudom az ez. Ez a téves nézetektől való mentesség és a tükör letisztulása. Ennek a nem tudomnak kell mélyülnie, mert a rendező az nincs jelmezben. A rendező nincs a színpadon. A rendező a színészekhez képest láthatatlan. Tehát az igazi önvalód, ami tényleg vagyunk, az nem egy személy, de nem is személytelen. Bennünk azt mondja, hogy én. Bennünk az ember. De ezek, amikről beszélsz, a három nyelv, a mozaik, az apa, a férj kettő, ez mind szerep. Ez nem azt jelenti, hogy ez valótlan. Ez azt jelenti, hogy ez teremtett. Ez azt jelenti, hogy ezt fölvesszük, utána levetjük. Az egésznek a számomra értelmezhető haszna az, hogy közben világossá válik a sok-sok színész működésén keresztül, hogy a rendező valójában kicsoda, micsoda. Mondom, ez inkább micsoda. Semmi más értelme nincs ennek, mint hogy feljebb ébredsz a mostani állapotodból. És ez a nem tudom segít hozzá. Ha te azonosulsz bármilyen szereppel, elveszíted a rendezőt. És ott leszel, mint egy marionett figura a színpadon. A vállalásokat teljesíteni kell. A felvett szerepeket a szó őszinte értelmében el kell játszani. A felelősséget el kell vállalni. A szabadság és felelősség összefüggését itt nyugaton nem szeretjük, nem is nagyon tanítják. Itt azt látod, hogy a nyugat egy infantilis szabadságfogalommal rendelkezik, hogy nekem az szabad, amit én akarok, ha meg nem, akkor csúnya rossz macs, nem engedték, nem olyan a világ. Rossz helyre születtem, ez a kedvencem. Tehát borzalom. Amikor pedig arról van szó, hogy a tudat szabadsága és a tudat teremtése, akkor meg a felelősséggel nem akar találkozni, de egyáltalán nem. Tehát mi van akkor, hogyha a szabadságot, amivel teremtjük magunkat és a világot,
azt azon nyomban lefordítom felelősségre, hogy az ok és okozat törvénye az nagyon jól mutatja, hogy a szabadságomból milyen felelősségvállalás következik. Na, ha én ezt nem vagyok hajlandó látni, akkor darabokra szakadtam. Ekkor nem találom a rendezőt, ekkor a szerepek szétszednek, ekkor tudok kimerülni, belepusztulni, mindenféle menekülő reakcióba elmenni, mert a rendezőt nem vagyok hajlandó tapasztalni. Itt se szabadságom, se felelősségem. Értjük? Tehát nézd meg, hogy ez az egész számodra hogy alakult ki? Hogy van ez a három ország, a négy nyelv, a mozaikság? Most ezt te nekem mondd magadnak, belül. Minél egyszerűbben, minél tisztábban csinálod, annál többen fognak ebből jól kijönni. Annál több ember érzi, hogy ezáltal halad az útján, segítséget kap, és nem pusztán viszi a terhet. Mert egyébként értelmetlen. Motivációról beszéltünk, itt azért jóval többről van szó ebben az életben, mint test és lélek. Ha ezt látjuk, akkor irányt tudunk adni magunknak, mozaik családunknak, és akkor nem gond az, hogy hány szerepet játszol. Miért? Mert a rendező az nem változik. A rendező az nem lép fel a színpadra. A rendező nem öltözik be jelmezbe. Oké? Okay? Ezt találd meg, és akkor jók vagyunk. Miért a tantiembe figyelünk és lélegzünk, és miért nem például a szívcsakrába, ami szintén egy nagyon fontos központ? Azért, mert a tantiembe úgy nincs semmi. Tehát az teljesen kockázatmentes. A taoisták három csakrát használtak, az az alsó égető, ez a tantien, itt a solar plexus, itt ez a kis gombostűfejes elosztóközpont, amikor félsz, akkor ide beleszúr 10 000 gombostű, és utána pedig a szívcsakra felső égető. És azt mondták, hogy ha az alsó égetőben van a tűz, akkor fölötte van az üst, és fölötte van a gőz. Ha fordítva van, akkor itt van a sok tűz, lefelé mutat az üst, és lefelé megy az egész, lefelé megy a gőz. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a differenciálatlan energia, amiről beszéltünk, az itt a tantiemben tapasztalható közvetlenül úgy, hogy itt semmiféle érzékszervi hatás nincs, emellett semmiféle szerv nincs mögötte, bent a hasban. Itt van, itt is van. Itt is van. Sőt, a tantien alatt is van, így jöttél te létre apuka és anyuka jóvoltából. Tehát lefelé fizikai differenciálódás, szaporodás, fölfelé a tantienből mentális differenciálódás. Ahol differenciálódás, dualitás, ellentétpárok vannak, ott keletkezés és megszűnés is van, abban nem tudsz menedéket venni. Ahol nincsenek ellentétpárok, nincs keletkezés és megszűnés, ott menedéket tudsz venni. Tehát a mahamudra, a kozmikus mudra, az itt van a tantienben, a tantienen, akár tibeti dzogcsánról legyen szó, akár bármilyen egyéb mahajána az, ez itt van. Hát ezért föltettem a kérdést, mert Koreában volt elég idő erre. Miért itt van? Miért itt van az alaptartásunk? Mert kényelmes? Ez nem arról szól, hogy kényelmes, az nem arról szól, hogy itt valami praktikumot követünk. Működjön! És a működésből lesz a praktikum. Ha ide kéne tenni, ide a japánok megcsálták volna, hogy 50 percen keresztül így ülnek, de nem így ülnek. Nem is ide teszik. Nem itt van. Ne, végképp nem. Itt se láttál mahamudrát. A mahamudra az itt van lent a tantiemben. Miért? Mert az előző válaszhoz csatolva a vongi, eredeti saját, dégi, a nagy, a kongi, a lélegzet ezen a ponton keresztül egyesül. Ezt hívják hapkinak, egyesített vagy harmonizált energiának, és ebből van a hapkido, japánul aikido. Ugyanaz. És most o-sensei, azaz morihei ujjasiba felé egy meghajlás és mélységes tisztelet, mert azért elég jól látszik, hogy ő egy megvilágosodott mester volt. Tehát ő azért nagyon-nagyon ott volt a szeren. És egy olyan harmóniát tudott maga és a környezete közé tenni, ahol az érzékelése elképesztően finom volt. Nagyon olyan felbontása volt, ez valami hihetetlen, és közben az erő is ott volt mellette. Egy példa, ami tényleg igaz, tőzsgyökeres aikidósoktól kérdeztem, hogy tényleg így van-e? Igen. A történet úgy szólt, hogy hát azért időskorában a mestereknek mind van szolgálója, és a szolgáló általában egy fiatal tanítvány. És a
japán harcművészetben, majd Péter elmondja, hogy hol van és hol nincs ez a fogalom, de az aikidóban van, ez az úgynevezett sakki, a gyilkos szándék. Tehát amikor az ártás vagy a gyilkolás szándéka ott van, akkor ezt egy harcművész megérzi. A legenda szerint Ō-szensei, Moriai Ujjashiba, hogy mendegélt valamilyen ösvényen, és mögötte tisztes távolban, 3 méter, 4 méter, ott volt a szolgáló. És egyszerűen a szolgáló így elgondolt, hogy ebből a szögből, innen hátulról együttéssel a mestert le lehetne jól ütni, de úgyhogy ott is maradna a földön. Ahogy ezt elgondolta, Ō-szensei hátrafordult és rámutatott, Sakki! És azon nyomban leborult a szolgáló, és elnézést kért, hogy nem tudta kontrollálni az elméjét, és Ō-szensei csak annyit mondott, nem ez a probléma. Az lett volna a probléma, ha nem ismered el. Semmi több. Akkor nem látja. Akkor nem elég őszinte. Akkor nem elég alázatos, szerény, tehát nincs meg a minőség. Értjük? Az alapemberi minőség nincs. És maradt a szolgáló. Tehát nem az, hogy kirúglak, mert meg akartál ölni, hanem azért tovább képezlek, mert elég tudatos vagy. Ezt ő is tudta, csak hát nem ennyire mondjam, sarkalatosan, hanem a mindennap életben bármikor. És betegen és a kórházban. 2003 tavasza, ott ülünk, én vagyok a soros, 24 órás váltásokban ketten viseltünk rá gondot, és ott volt egy ilyen hippi-szupi, teljesen Uber High Class Philips háromkéses borotva, és az öreg az nem használta. Ott volt az asztalon, és ez a Samsung kórháznak a 28. emelete Gangnamban, az elit negyed, elit kórház, elit, stb., hogy biztosítással együtt $1000 naponta. Tehát ez volt. Ez egy ilyen kórház. Az öregnek ezt kipengette a hívőtábor, tehát az nem volt kérdés. És ott ülök, és már adtam neki vacsorát, már minden oké volt, és az elmém, tehát ilyen a leghülyébb karmák jönnek elő egy mester jelenlétében, és erre számíts, ez rendben van. Tehát a legborzasztóbb és váratlanabb gondolatokat hozza ki belőled egy mester jelenléte, és így elgondolta, hogy hát ha meghal az a borotva, akár lehetne az enyém is. Ne röhög, te is! Te is nyugodtan elgondolhattál volna hasonlót, és ez nem volt az egyetlen. És nem a tulajdonáról szólt a többi, az más. És abban a pillanatban az öreg azt mondta, where is my machine? Hol van a borotvám? És ide tettem el, és nem nyújt hozzá, csak ott nézte. Azon nyomban ráérzett, hogy na, kis szolgáló, megfordult a fejedbe valami. De semmi retorzió meg egyébként. Ilyen szinten már nincs ítéletalkotás, hogy te jó vagy rossz. Elég volt ezt szépen visszatükrözni, és milliméternyi aprócska kis zembab személy összementem, és nagyon köszöntem a tanítást, és kész. Úgyhogy ez azért megvolt benne, és nem csak ekkor. Teljesen, amikor beszélt veled, akkor nem a szavaidat hallotta meg, elsősorban azt is meghallotta, az volt 10%, téged látott, az volt a 90%. Így. Úgyhogy erre gyúrunk. Körülbelül 28-30 éves koromig a medence alapizmok azok folyamatosan össze voltak szorítva egy ilyen elfolytásban. Ahogy ezeket a medence alapizmokat ellazítottam, egyből följött egy gombóc a torkomba. És amikor eltűnt ez a gombóc a torkomba, akkor az egész testemben egy ilyen bizsergést érzek olyankor. És az a kérdésem, most itt a gyakorlat során itt a lapocka hátul, azért a szaggat rendesen, és az a kérdésem, hogy mi az, ami fele érdemes lenne gyakorolnom, vagy milyen eszközöket alkalmazzak. Köszönöm. Minden, amilyen testérzet, izomtónus, azt Péternek légy szíves egy edzés előtt, és egy olyan gyönyörű edzésprogramot fogsz kapni, hogy te fizikailag, energetikailag tökéleteshez hasonló állapotban leszel, minden egyéb az mentális karma. Tehát te magaddal hoztál bizonyos karmát a lelkedben, az már születésed folyamán szépen szomatizálódott, azaz ráment testre, ezért születtél úgy, ahogy olyan izomtónusa. Ez az úgynevezett prarabda karma, az a gyümölcs, ami mindenképp leesik a fáról. Tehát ha megérett gyümölcs, és ha tudatos vagy, elkapod, ha nem, akkor a fejedre esik. Ez az a karma, ami a leszületés bardójában megvalósul, mert a leszületés és a felmenettel, a két rövid bardó a legsebezhetőbb, ugyanis vagy még nincs tudatosságod, vagy már nincs. Emberek
tucatjainak ki vagy szolgáltatva, de legalább kettőnek, amikor leszületsz, illetve utána egy, anyuka, azért apuka sem mindegy, hogy ott van vagy nincs a környéken, és amikor pedig meghalsz, akkor meg mindennek is ki vagy szolgáltatva, és a korábbi karmád automata pilótája érvényesül. Hát Hanvas Béla mondta, nincs más kívánsága, hogy a halál kapuján teljes éberségben átmenjen. Csak ez. Teljes éberségben. Na most azért te láthattál haldoklót, én láttam elég sokat, és különböző kultúrák, különböző elfekvőiben, Malajziától Koreáig, Magyarországig sikerült úgy látni ilyen dolgokat és embereket. Amikor te haldokolsz, ott minden van, csak energia nincs. A csíd az gyakorlatilag a minimálison van, és amikor kihúny, vagy az adott küszöb alá megy, akkor nem tudsz a testben tovább maradni. Nincs energiád, akkor éberséged sincs. Ez az alap. Aki képzett, az tudja azt, hogy az energia és a mentáltest nem ugyanaz. Tehát engedi az energiatestet lepördülni, miért? Mert nem tudod megtartani. Nincs több kaja, nincs több érzékszervi hatás. A jármű az a roncstelepre megy. De hogyha a vezető meg tudja magát különböztetni a járműtől, akkor kikapcsolta a biztonsági övet, és nem marad benne a présgépben, amikor összenyomják az autót ilyen kis félköbméteres kockává. És ekkor van az, hogy a lélek ki tud szállni a testből, és találja azt az utat, ami a tudatosságának a szintjét és a karmáját egyaránt jellemzi. Tehát ha így nézed, akkor te a leszületés során ezt a karmát a korábbi életed vagy életeid következményeként élted át. Ez, mint mészerkezet benned van. Ez az archetipikus valóság a nyugati pszichológia nyelven. Amit ezen változtatsz, az megmutatkozik a jelenlegi fizikumodon is, a lelkeden is, és az a jó hír, hogy a következő születéseden is meg fog mutatkozni. Rossz hír nincs, csak munka van. Amennyiben nem változtatsz rajta, annyiban fogja ismételni önmagát. Ez szerintem nyilvánvaló mindenki számára, aki már ért legalább 28 évet. Néha kevesebbnél is rájövünk. Egy trauma vagy egy karma addig ismétli önmagát, ameddig teljesen tudatossá nem válik. Miért? Mert választási lehetőség a tudatosság. És a lélek addig tisztítja, addig ismétli, addig tudatosítja, ameddig döntés helyzet elé nem kerülsz, hogy igen vagy nem, nulla vagy egy, megcsinálom vagy nem, azzá válok ismét vagy nem. És itt a lehetőség, mert ahogy mondtam, az emberi életben úgy tartósan más hozadék nincs. Üres kézzel jössz, üres kézzel mész. Ez az ember. Úgyhogy ezért tessék ezt a karmát, a leszületés karmáit nagyon szépen nézni, ez valójában hogy haladható meg. Oké? Okay? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Az én legnagyobb félelmem az a halálfélelem és a megszűnéstől való félelem. Ez számodra ugyanaz? Nem. Mert ugye... Akkor mitől félsz? Tehát ugye a halálfélelem az ugye az bennem, amikor ugye ezt a testet majd el kell hagynom. Azt szerinted a halál? Én azt annak nevezem. De miért nevezed annak? Honnan tudod? Szerinted a semmiből jöttél? Akkor mitől lett ilyen a szakállad? Nem a semmiből, de amikor... Tudod, hogy honnan jöttél? Nem. Akkor tudod, hogy hová mész? Nem. Akkor miért félsz a megszűnéstől? Van bennem egy ilyen félelem, nem tudom. Rettegés. Okay, nézd a mélyére, hogy ez honnan jön. Ez az a téves nézet, hogy a megszűnést és a halált azt összemossuk, mert a lélek és a test szétválását azt a megszűnéssel azonosítjuk. Nem. A jármű az megy a roncstelepre, a sofőr pedig kicsit gyalogol, aztán talál egy másik járművet, ami az előző vezetési élményeinek a függvényében fog kialakulni. Így. Nem szűnik meg itt semmi, az sokkal többet kéne dolgozni, hogy itt bármi megszűnjön. Egyik állapotból megyünk a másikba. Két hosszú bardó van, a születetlenség bardója, és a születettség vagy születés bardója, amikor testben vagy. A másik az, amikor nincs tested. És a két rövidebb átmenet, relatíve rövidebb átmenet, az a leszületés és a fölmenet. Ez a négy fő állapot. Szóval vannak ilyen nagyon szofisztikált tanítások, ahol van több is. Nekünk elég ezzel foglalkozni, ez bőven elég. Nézd meg, hogy ez a félelem honnan jön. Mi az az akadály, ami ezt létrehozza?
Mi a gond azzal, hogy megszülettél és meghalsz? Mi ezzel a probléma? És rájössz, hogy nem az élettel és a halállal van probléma. Veled, a saját önképeddel van a probléma. Mert amikor meghalsz, az az önkép, aki te eddig voltál, az biztos, hogy kuka. Na jó hírem van, az már akkor sem volt igaz, amikor megszülettél. Az már akkor illuzórikus volt, amikor te először kimondtad, hogy én. Csak még nem láttál rá. Értjük? Ennek az énnek a megszűnésétől az, félek. De ez már most sem igaz. Ezt még összetartja az összes érzelmed, gondolatod, ragaszkodásod, azonosulásod, de ha mindezt kivonod belőle egy meditatív tapasztalat által, már most rájöhetsz, hogy ez az önkép most nem igaz. Tehát már most megszűnsz, mint önkép. Mint ember nem, sőt, jobb lesz, hidd el, mert kisebb a teher, de mint önkép már most nem igaz az, amit hiszel magadról. Ugye csak valahol, még mindig hiszed. Valahol tudom. De amikor de nem tudod. Valahol. Maradjunk ott, hogy valahol. Valahol, igen. De nem tudod. Mert még nem tapasztaltad. Amikor belekerültem egy ilyen megszűnés állapotba, akkor ilyen zsigeri szinten elfogott a rettegés. Igen, és nem tudtam tudatosan végigmenni, vagy átmenni úgymond a túloldalra, hanem megragadtam. Nincs túloldal, ez a jó hír. Rossz hír pedig az, hogy ez az újtól való félelem. Misoneizmus, görög és latin eredettel. Tehát fél az ember a változást, egy új önképe lesz, egy új világtapasztalata lesz, és ez nem hajlandó változni. Tehát benne marad a szenvedésben csak azért, mert megszokta. Megtartja ezt a jó kis, borzalmatos önképét, mert ő ennek tudja magát. Itt biztos benne. Tehát tessék a Csontbrigád című tanítóértékű regényt elolvasni Rejtő Jenő tollából. Az nagyon más, mint az összes többi. Ott a humor már csak látszat, nem cél. Ott csak eszköz. És nézd meg a végét, hogy amikor nem hajlandók lejönni az erődből Afrikában, mert ott biztos, ők ezt megszokták, őket hagyják békén a civilizációval. Ők ott voltak kényszermunkán 20 évet, 10 évet, ki mennyit. Nekik az kell. Tehát az önképet, ha megszoktad, akármennyire is szenvedésteli, félsz a változástól, mert nem tudod, hogy mi van utána. Ez a kis halál. Ezeket a kis halálokat érdemes testben átélni, hogy te hányféle szerepet tudsz fölvenni, és hányféle szerepet tudsz hátrahagyni, és kiderül, hogy egyik se abszolút. Egyik sem végletesen igaz vagy hamis. Fölvett, eljátszott, és utána levetett szerep. A maga teremtettségében ezt át kell élni. De a teremtő az nem ez. Az nem egy önkép, nem Isten kép, és nem Buddha kép. A zen ezért mondja, ha látod a Buddhát, öld meg. Nyugodtan, mert az nem az. Tessék szíves még ebben a testben egy kicsit meghalni, jó? Ezt én javaslom neked, és még szélesebb lesz a mosolyod. Igen, valahol tudom, hogy ezt kell. Milyen gyakorlatot javasolsz erre? Mennyit vagy hajlandó belefetszölni? Olyat mondok, amit meg akarsz csinálni, nem mondok többet. Mennyi időd van rá? Hát ezt nem tudom. Azt mondod, hogy nem tudod. Akkor félni fogsz. Félek is. Tőlem? Nem. Örülök. Zen gyakorlattól? Haláltól. Hát most elpazaroltam negyed órát az életemben, és nézd meg. Hát hihetetlen. Félek attól, amikor belekerülök ebbe az állapotba, és ott már meg most meghaltál, halni. Nem érted? Tehát ez az önkép így, ahogy van, halott. Nem igaz. Ezt hiszed magadról, de te ez nem vagy. Tehát 90 nap télen, akkor kigyógyítalak ebből az egészből. De most csak így ecsettel vakargatjuk a páncélzatot. Tehát ez itt most számomra nem hiába való, de nem ment be. Ami nem baj. Továbbra is mosolyogsz. Az így rendben van. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Ugye azt tanultuk, hogy a karma az egy ok-okozat. A cselekvés és következménye, beszéd, gondolat, és a többi, és a többi. És hogy változtatni rajta úgy tudunk, hogyha kivesszük belőle az energiát. És az azonosulás. És az azonosulás. Az információ. Bizonyám, így van. Hogy tudjuk ezt megcsinálni olyan karmával, amiről nem tudunk? Tehát hozott családi karma. Megvárjuk azt, amíg tudunk róla. Mert az a dinoszaurusz nem marad el meg a bokorban, az előjön. Tehát nem tudok róla, hogy energiát kap? De igen. Mert kitátja a száját, azt meg akar enni.
Hát onnan tudod, hogy van energiája a karmának, hogy erősebbnek tűnik, mint te. Holott a te teremtményed. Az emberben a legnagyobb paradox. Tehát így hozzuk létre a különböző szerepeket, személyiségeket, karmák tucatjait, százait, és egyszer csak megijedünk tőle. Holott mi teremtettük az egészet. Tehát elfeledkezünk arról, ez általában alacsonyabb energiaszint, alacsonyabb tudatosság esetén van, ezt az egészet mi csináltuk. Csak akkor kivetítjük, hogy ő miatta van. És létrehozunk egy fiktív univerzumot, ahol minket mentesítsenek a felelősség alól. Igen, nem csak a szabadságunkat is elvesztjük. Tehát ezt a karmát, amit megláttál, legyél szíves így jó alaposan így megnézni, nehogy elmozduljon, és megkérdez, hogy mi ez? Honnan jön? És ki fogja rajzolni az ok és okozat udvarát? A legfontosabb, hogy egyetlen karma sem elszigetelt, tehát más karmától függ, ez a kölcsönös függés alapesete, ezt a modern fizika termodinamika alaptörvényeiként nagyon jól tudja neked az anyag szintjén kommunikálni, de a lélek is ugyanez. Nincs elszigetelt lélek, minden lélek valamelyik más lélekkel függő viszonyban áll. Nincs elszigetelt materiális vagy mentális karma, mindegyik valamilyen más karmával függő viszonyban van. A következő az a múlandóság. Tehát, ha nem teszel energiát és azonosulást per információt egy adott karmába, az elkezd múlni. Ez az entrópia törvénye. És jön a kedvencem, az a tökéletlenség. Tehát minden karma eredetileg tulajdonságok nélküli. Mi ruházzuk föl tulajdonságokkal az embert, a jelenséget, és mondjuk azt, hogy jó vagy rossz, tökéletes vagy tökéletlen. Ezek a tulajdonságok változásnak vannak kitéve. Mi is változásnak vagyunk kitéve. Az, amikor egy korábban jó jelenség, vagy számodra tökéletesnek tűnő jelenség egy éjszaka alatt tökéletlen lett, ezt hívjuk avultatásnak. Tehát az univerzum az avultatja az önképedet, a világképedet, és így tökéletes az nincs, tehát tartósan biztos nincs. Ez visszamegy odáig, hogy eredetileg tulajdonságok nélküli az összes jelenség. Ezt a botot csak mi látjuk barnának. Kétféle barna van benne. Ez a bot nem tudja, hogy rövid vagy hosszú. Ez a bot nem tudja, hogy fából van. Ez a bot nem tudja, hogy most üt. Ezt mi tudjuk. Tehát a tudatunk által teremtett az összes tulajdonság, az összes duális kategória, az összes kölcsönhatás, és nem vesszük észre, hogy ezt valójában az az ösztöncsoport diktálja, ami a túlélésünket, a megmaradásunkat és a szaporodásunkat felügyeli. Tehát azt tartjuk jónak, ami a teremtő képességünket, per szaporodás, fennmaradásunkat, folyamatosság, és a túlélésünket tartja rendben. Ez a három ösztöncsoport annyira jelentős, hogy az indiai mitológiában három istenséget rendeltek mellé, Brahma, Vishnu és Shiva. Innen, hogyha megnézed, szánalmas, hogy az emberek mennyire nem ismerik önmagukat. Olyan egyszerű a képlet itt belül, hogy valami hihetetlen. Csak a felrakás más, a felszín más, a variációk egy témára, ezek mások. De a mély szerkezetünk, mint ember, kétségbejtően egyszerű. Erről beszéltünk, hogy szenvedés kerülő és boldogság kereső, és ezen három ösztöncsoport mentén mozgunk. Ezen mit van, mit nem látni? Nem kell aggódni. Csak tenni kell a dolgodat. És ehhez kapcsolódóan, hogyha én hozom létre a karmát, tehát én teremtem a saját karmámat, és én is tudom megszüntetni, akkor kívülről ebben hogy lehet segíteni? Például karma oldás. Például óvatosan, például úgy, hogy ráébresztenek arra, hogy ezt tényleg te csinálod. A karma oldás az részleges tud lenni. Segítséget kaphatsz kívülről, de a saját karmád az a saját dolgod. Nagyon sok segítséget lehet kapni rálátásban, módszerben, egyébben. De amikor a rendszerben hiszünk, hogy majd a rendszer megoldja, majd a szervezet megoldja, majd a forma megoldja, akkor azt a hibát követjük el, hogy azt hisszük, hogy a túlpartig, a szenvedésből a megváltásig van egy híd, te megváltod a hídpénzt, kapu kinyílik, és végigmész a hídon, boldogan összekapaszkodva a többi hídon járóval, és egyszer csak a túloldalon beérsz a tutiba. Na, ez így nem igaz. Azért nem igaz, mert ha te ezt a hidat, mint utas igénybe akarod venni, akkor látod, hogy ezt nem te csináltad. Kétségeid támadnak,
esetleg beugrasz a vízbe félúton, ha dühös vagy a hídra, mert végtelen hosszúnak tűnik, fel akarod robbantani, ha pedig olyan eredményesnek tűnik, akit darabot leszeretnél belőle szedni, és bőven magaddal vinni tovább. Tehát ezek azok a hibák, amiket el szoktunk követni, a rendszer személytelen és passzív használóiként. Ez a rossz hiszemű vallás használat. Nézd meg. Ehelyett, és a karmát hátizsákja, az rajtad van, mindenkin ott van a kis izsák, nem látod, mert rajtad van, de hátul van. És a pántja szépen beléd vág, annyira, hogy már teljesen úgy tűnik, mintha a hátizsáknak a pántja az a bőröd lenne. Tehát azonosulsz a karmáddal, és elfelejted, hogy rajtad van, csak izzadsz, verejtékezel, botladozol, és kiderül, hogy ott van, tehát 60 kiló. Na, amikor rájössz arra, hogy ez a karmám, és ez nem én vagyok, akkor ott vagy a folyóparton, zéró híd, semmi eszköz, csak a hátizsákodból kiveszel egy követ, és beledobod a folyóba, és arra rálépsz. Tehát még egy, ami tudatosul, ugye, erről beszéltünk, még egy, beleteszed, tapasztalattá válik, azonosulás megszűnik, rálépsz. Az már eszköz, nem teher. És így szépen folytatod a tudatosodást, a nem azonosulást, a rálátást, és amikor az utolsó kő kijön a hátizsákból, akkor a következő lépés az a túlsó part. Nincs fix távolság. Rajtad múlik. Közben látsz ilyen hasonló hátizsákos embereket, akikkel együtt gyakorolsz, egymás köveire rá lehet lépni, de egymás hátizsákjába nem lehet belenyúlni. Tehát nem tudod más karmáját elvenni, miért? Mert azt ő teremtette, azt ő rakta a tudattalanyának az izsákjába bele. De egymás tapasztalatára lehet építeni. Itt tudunk egymásnak segíteni. Nagyon sokat. De a munkát nekünk kell elvégezni. Egyedül sokkal nehezebb, mint közösen. Azt mondtad, hogy a lelkek összefüggenek, vagyis hát ugye... Elég nem csak... erősen. Igen. És hogyha én speciál attól félek, hogy bizonyos lelkeket elvesztek, akkor sem érvényes a halálfélelem? Nem tudod elveszíteni őket, legfeljebb a kapcsolat minősége változik meg. Tehát van olyan, hogy karmát teremtesz, bizonyos lelkekkel megszűnik a kapcsolat, vagy inger küszöb alá megy, és mások pedig megjelennek az életedben. Ez egy természetes folyamat. Az a fontos, hogy te a lélekkapcsolatok tüzében azzá válj, akivé tényleg lenni szeretnél. És ez nem egoitás. Ez nem tökéletességmánia. Ez nem egy ilyen karmikus vakáció igény, hanem egy olyan integrált, egyben lévő, megfelelő emberré válj, aki meri vállalni az életet és a halált. Meri vállalni önmagát és másokat. Ezen közben nagyon sok vesztességet el kell szenvedni. És utána pedig, amikor mondjuk lelkek a különböző formák és utak során találkoznak, teljesen spontán egy olyan szinergia, egy olyan összehúzás kapcsolat jelenik meg, ami a korábbi karmáknak az eredménye. És itt ezt el kell tudni viselni, hogy ezek a kapcsolatok spontán megjelennek és eltűnnek. Az irány legyen tiszta, a személyiség legyen egyben, a lelked legyen tudatos a test mellett természetesen, és akkor nem kell aggódni a kapcsolatok miatt. Oké? Köszönöm. Neked van-e kérdésed? Olyan szomorú vagy, hogy a szívem megszakad. Van kérdésem, de lehet, hogy nem tudom megfogalmazni. Én türelmes kérdésem. Vagyok, és megvárom. Hát igazából hát nem tudom, szülőkről szeretnék kérdezni. Nagy valószínűséggel én nekem ez a nagy problémám. Nem igazán tudom megfogalmazni. Hagyjunk időt még erre? Hát még egy jó hosszú időt. Vagy esetleg négy szem közt. Lehet. Én kérdezhetek tőled? Igen. A családban ki volt a menekülő? Édesapám. Ne kövesd. Menekülsz. Folyamatosan menekülsz. Nincs mi elől menekülni, és így nincs menedék sem. Oké? Okay? Ott van az anyaseb is, mert anyád ezt nagyon nehezen viselte. Ővel se tessék azonosulni, mert különben párkapcsolatban ugyanezt fogod bevonzani. Azt csinálom folyamatosan.
Én azt a hírt szeretném neked mondani, hogy ez nem szükségszerű, ennek nem kell így lennie. Tehát ne ismételd meg anyád sebét és apádnak a mechanizmusait. Tessék a szülői karmáról leválasztódni, hogy egy autentikus és magát vállalni tudó ember légy, aki nem menekül, aki mer szembeülni, aki vállalja az egyébként ultra finom érzelmeit, csak az önbizalom hiány olyan mértéket ért el, és olyan szomorú vagy, hogy idáig eljön. És azért vagyunk itt, hogy ezen segítsünk. Jó? Jó. Oké. Nekem a hallogatással van problémám, úgy... Már nincs is? Na mondjad! Eltervezek valamit, és nem csinálom. És már gondolkodtam, hogy miért is van ez, mert túl sokat agyalok a dolgokon, szerintem. Hogy ez... Sok a huncutság. Bizony. Tehát, hogy nem cselekszem, csak gondolkodom. Azaz. Furmány. Okosságok hegyei. Mikor lesz a gondolatból cselekvés, mondjad? A gondolatból cselekvés? Jó, segítek, szoktál késni? Nem. Oké. Mibe kerül az, hogy pontos légy? Hát az, hogy időben készülök. Időben mit kell tenni? Most nagyot súgtam. El kell indulni. Időben el kell indulni. Tehát abba kell hagyni a passzív agyalást, el kell indulni, cselekedni kell. Azt nézd meg, hogy a gondolatból cselekvés lesz. Ez az átmenet, ez egy mágia. Tehát fantasztikus az, gondolkodsz a medence partja, hogy hideg, meleg, sok vagy kevés, és egyszer csak beúrasz a medencébe, és úszol. Tehát ezt a pontot el kell csípni. Miért? Véges az idő. Igen, tudom, azt fogom észrevenni, hogy nincs tovább, igen. Nem, észre se fogod venni, ja, és nincs tovább. Tehát amikor tényleg nincs tovább, akkor észrevétel sincs meg, viszontlátás. Előtte van egy tört résznyi pillanat, és szervusz, kész. Úgyhogy ezért nem érdemes túlagyalni, semmit nem nyersz belőle. Szerintem néha te is fáradt vagy a saját okosságodtól, ugye? Na, akkor cselekedni kell. Ami pedig mondjuk a zent illeti, ha visszatérsz a nem cselekvéshez, a nem gondolkodáshoz, akkor onnan pont az jelenik meg, ami kell. Beszéd, gondolat, érzelem. Mindegyik a maga arányos felrakásában, hogy a pillanat teljes legyen, egyszerű legyen, tiszta legyen. Jó? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit tegyek abban az esetben, rám jön a nagyon bőbeszéddel, tehát nagyon bőbeszéd, vagy nagyon bőre szeretném engedni a gondolataimat, és egy kérdésre mondjuk 3,5 órába válaszolok. Hát csodálom a környezetedet, hogy ezt engedi. Hát úgy érzem, hogy szenvednek ettől elég rendesen hallják. De ha érzed, akkor miért szenvedteted őket? Amire észrevesz, váltanik már 3,5 óra. Hát most elég jól teljesítesz. Nagyon igyekszem. A beszéd az az igazság? Tehát igazából úgy néz ki a történet. Stop! Márti, most indult a 3,5 óra, és nem hallgatjuk végig. Nagyon rövid leszek, megígérem. Tehát gyerekkoromban és utána nagyon sok ideig még nem beszélhettem. Tehát ültem a kispadon, figyeltem a játékot, és nem szólhattam bele. Apád miatt, vagy anyád miatt? Ki az, aki ezt apám lett? Miatt. Apád. Hát itt is apuka. És aztán később a főnököm miatt, aztán később a... Hát úgy mindenki miatt. Nem, tehát igazából nem is volt bátorságom megszólalni, és nagyon sok tapasztalat gyűlt fel bennem. Stop, köszönjük szépen. Ezt pontosan eleget hallottunk, nagyon jó. Még mindig apádnak beszélsz. Tehát az első nagy tiltó az ő volt. És még mindig apádnak beszélsz, és apád felé kompenzálsz, és mondod azért olyan hosszan, hogy apáddal szemben neked legyen igazad. Hogy te most beszélhetsz. A környezet már rég nem tartalmazza apukát. Ott hallgatja 3,5 órán kereszt, és nem tudja, mi a bajod. Miért nem tudod abba hagyni? Tehát nézd meg, hogy hol az elég. És hogy ha elég, akkor abba kell hagyni. Ezért sem mondok neked most többet. Köszönöm szépen. Szívesen. Egy olyan kérdésem lenne a térről, hogy én most úgy érzékeltem kezdő gyakorlóként ezt a teret,
hogy egy nagyon, nagyon magas frekvenciát hallottam a fülembe, és egy kék fényt láttam, egy kék egyenletes fényt. Otthon egy kék kis fényt látok. Nem dolgozol a rendőrségnél, ugye? Nem. Hol helyes? Nem. És az E.ON-nál sem. Nem. Jó, akkor folytasd. Tehát nem szakmai ártalomból beszélsz. Nyugodtan. És akkor igen, tehát, és akkor próbáltam tantiembe menni, ott is magas frekvencia. De ott már kevesebb. Ott már kevesebb? Ott már kevesebb. Alakul, alakul. És akkor próbáltam így harmonizálni magam, és még mindig ott volt. El fog múlni, hidd el. Nagyon régen Kínában az uralkodó, így a taoista, buddhista, konfuciánus tudósokat, tanítókat így beszokta hívni az udvarba, és mindenki jelenítse meg a tanításának az eszenciáját. És mind a százak. Napokig nézik a kaligráfiákat, hallgatják az embereket, és egy olyan nyert, amin három darab ilyen jel volt, és ez így szólt. Ez is elmúlik. Az ez az a jelenség. Bármi, ami jelenség, az is elmúlik. Tehát ami rezgés, ami fény, ami frekvencia, ami jön és megy, az előbb-utóbb elmúlik. Mi az, ami nem múlik, vagy nehezebben múlik? Számunkra van olyan, ami nem múlik, hiába vagyunk ilyen kis öröklétmániások, de ez a 70-80, esetleg pár évvel több, amit itt töltünk ebben a testben, ez nevetséges ahhoz képest, hogy az univerzumnak az időciklusai hogy működnek. Amiben energiát és információt, azaz hitet teszel, az lassabban múlik, mint amiben nem teszel. Ez az illúzió és a valóság közötti különbség. Ugyanaz a nyersanyag, csak az egyikben nem teszel energiát, jelenlétet, információt, hitet, és az elmúlik. Hány kapcsolatod esett szét azért, mert nem voltál jelen? Vagy nem hittél a másikban? Nem hittél a kapcsolatban? Azért esett szét, mert nem tettél bele energiát és információt. Aztán egyszer csak ugye horogra akadsz, meg neked is valaki, és akkor a mindent bele, és akkor is ott vagy, ha nem tetszik, és megcsinálod, és elviseled, és a többi. Közben eltelt 20 év. Na, ezért. Mert beletetted a jelenlétet, beletetted az energiát, beletetted a hitet, hogy csak is így, és csak is ezt, és csak is őt. Ez a rezdülés jobbra-balra itt mendegél, nem ez a kérdés, nyugodtan kérdezz, amit akarsz. Igazából az a kérdés, hogy a tudatod tiszta-e? Ebben a pillanatban tisztán látsz-e, hallasz-e, gondolkodsz-e, érzel-e, és ezt látod-e ilyen tükörszerű, világos, dualitásmentes állapotban? Ez a kérdés. Megtisztelő a jelenlétetek. Nagyon köszönöm Péternek és a Mázsa házas csoportnak, illetve a Zen tábor minden tagjának, rezidenseinkkel karöltve, hogy ezt a hétvégét ilyen minőségben tudjuk együtt tölteni. Én remélem, hogy találkozunk még nagyon sokszor az úton, együtt gyakorlunk, és egy felébredettebb állapotban sok embernek tudunk segíteni, hogy ők is erre fele mehessenek saját akaratukból. Köszönöm a figyelmet.